Irány a Csallóköz, Dunaszerdahelyen ugyanis futballkatedrális épül. A csapat és a szurkolók a hétvégén a Trencsény elleni mérkőzésen már fel is avatták az új arénát, amely azonban csak 2018-ra készül el teljesen. Az előttünk és a mögöttünk álló eseményekről is beszélgetünk Világi Oszkárral, a Dunaszerdahelyi Futballklub tulajdonosával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 2-0-ás győzelem, kis hiányt telt ház az avató mérkőzésen. Kívánhatna ennél többet egy futballtulajdonos? Hát nem, ez nagy öröm volt. Én szerintem aki ott volt, az felhetetlen élményt kapott, és tényleg az embereken lehetett látni azt a óriási örömet, az, amikor egy ilyen több ezeres tömeg együtt tud örülni. És a focisták is ugyanúgy érezték ezt, mert a stadionnak igazából ezen a technikai avatója is volt, és voltak aggodalmak, ugye utolsó pillanatig dolgoztunk, még éjjel is dolgozott több száz ember. De végül is minden sikerült, a győzelem az győzelem volt egy gyönyörű gólokkal, tehát igazi futballünnep. Önnek, aki ekkora anyagi áldozatot hozott ezért a klubért, milyen érzései voltak ott a lelátón szombat este? Hát én is örültem elsősorban. Aztán persze bennem van a megkönnyebbülés is, mert az ember, hogy elvégzi a munkának a 99%-át, és az mindig az 1% az, ami el tudja rontani azt, amit eddig az ember csinált. Én úgy érzem, hogy minden rendben volt, úgyhogy tényleg én úgy éreztem, amikor a meccsek vége volt, hogy van egy szép napom, és mindenkivel együtt tudtam örülni. És ez így volt gyönyörű, hogy a győzelem is meg lett végül. Igen. Hát ez egy olyan győzelem, amit az ember ugye nem felejt el. Én mindig azt mondom, hogy a foci az egy arról is szól, hogy van sok olyan pillanat, amikor az ember szomorúan távozik, de aztán vannak olyan győzelmek, amik elfelejtették az összes eddigi veszteséget. Tehát egy győzelem az én szerintem egy 8-9 veszteséget is képes felülírni. Hát most ez szerintem így történt. Erről mindig beszélni fogunk. Tehát az, hogy 10 vagy 15 év múlva is az ember azt mondja a Trencsén ellen a avató, akkor mindenki fejében ott lesz az első gól, amivel kilőtte a Pipát, és a második gól, ahogyan lupták, átment a védelmet. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amiket az ember nem felejt el. Ez a Dunaszerdahelyi futballcsapat egy szimbólum lett, a magyarság szimbóluma tulajdonképpen Szlovákiában, a felvidéken. Nagyon-nagyon gyorsan elkészült ez a stadion, nem? Tehát 5 hónap volt ugye az építkezés, ugyan még csak félig készült el a lelátó rész, de ettől függetlenül ez egy óriási eredmény, hogy már ott mérkőzést lehetett rendezni. Ez volt a cél, hogy minél hamarabb költözön vissza a csapat, aztán utána a többit majd ráérünk egy kicsit később? Így van, szerettem volna olyan állapotba hozni a stadiont, hogy tudjunk játszani. Ugye volt egy célkitűzés, hogy ez a november 19, ez egy az a meccs, ahol otthon játszunk. Mi nem tudunk kint játszani. Tehát azt mondom, hogy ez elmúlt néhány hónap, amikor játszottunk Szencen, ez ilyen száműzetésnek kell minősíteni. Tehát minden, ami a dac, az ott hiányzott. Nem éreztük az erőt a szurkolókból, nem volt a játékunk se olyan, aminek kellett volna lenni. Tehát de dac azért népszerű, én sokat gondolkozom, hogy miért olyan népszerű a dac, hogy ez mindig van, ez egy heroikus küzdelem a dac, ott mindig az jellemezte, hogy mi küzdünk. Tehát mi olyan, már a nevében is benne van. Igen. A dacosság jellemző a csapatra. De erről szól a dac, tehát a dac az mindig támad, az mindig győzni akar, és ez a fajta akarat, ez a futballnak, én azt hiszem, hogy ez a miértje, hogy ezért játszák az emberek a focit, és nálunk ez sohasem volt kétség. Tehát nálunk lehet veszteni, és az emberek megtapsolják a csapatot, hogyha érzik a küzdelmet, hogyha meg lehet úgy is győzni, hogy az emberek úgy érzik, hogy csalódottak, mert nem volt a küzdelem igazán akkor, amikor ők akartak volna. És most a szombati foci, ez egy igazi dac volt, tehát ugyanaz volt, ami régen. Az emberek, a csapat, ahogyan játszott, ahogyan szinte milliméter pontossággal játszottuk azt, amit játszani kellett, és állandóan nyomással tartottuk a Trencsét már az ő 16-osuktól kezdve, úgyhogy... Világos, ez feldobta a játékosokat ez a stadionavató mérkőzés. Beszéljünk majd még a csapatról, egy picit térjünk vissza magára az arénára, hiszen nem tudom, mennyire irigyek most önökre Szlovákiában? Hogy néz ki a stadion helyzet most? Hát a stadion, ilyenfajta stadion, amit mi építünk, az még nincs. Tehát én azt mondom, katedrális, de ez végülis egy olyan stadion, amit egy bármelyik nagy csapat stadionjához elmegy az ember, akkor kb. Ugyanezt látja, csak nagyobba. Tehát itt ez egy a főtribün, amit most kezdünk építeni, és július 17-ig szeretnénk ugye átadni,
ott lesz minden, lesz ugye a skyboxok, ami mindenhol vannak, lesz a nagy business lunch, de lesz benne múzeum, lesz benne kápolna, lesz benne söröző, lesz benne étterem, tehát a business lunchunk az 1200 emberre lesz, tehát végül is egy, hogyha én mindig, nekem a legkedvesebb stadion, a legszívesebben látogatók az a Allianz Arena, a Bayernnél, és nekem az egy példakép, nem csak azért, mert a hangulat miatt is, hanem az, ahogyan ki van találva, hogy az a stadion a minden részén érezni az, hogy aki építette, az tudta, hogy mi a foci, és valami hasonlót akartunk építeni, és a templom azt sem azért használom, hogy véletlen, szóval ilyen gótikus oszlopok szinte, hogy belépünk a stadionba, ott ilyen hatalmas nagy, tehát 10-15 méteres oszlop fogad, és oszlopok fogadnak, és szűkül a tér, az mind a oszlopokkal, úgyhogy az ember úgy érzi, mintha egy ilyen, a pálya az maga a templomnak a hajója lenne. Úgyhogy mi megpróbáltuk azt a dacot, ami, és akik tervezték, azok dazdrukkerek voltak, és akik kivitelezték, azok is dazdrukkerek voltak, úgyhogy végül is ez egy olyan igazán képviseli azt, ami a csapat és a csapat körül kialakult szellemiség, és ezt szeretnénk ugye befejezni, és akkor biztos, hogy a stadion egy óriási erő átadó hely. Tehát ott annyira közel van a néző a focihoz, a focistához, amennyire szabályok megengedik. Tehát ott nincs egy centiméterrel se távolabb. És minél közelebb vannak a szurkolók, annál jobb a csapatnak. Igen, igen, és az emberek... Érezhető általában a meccseken. Egyébként, bocsánat, hogy önbe folytom a szót, ugye rengetegen járnak Magyarországról is Dunaszerdahelyre futballmérkőzésre, és hát a stadion elnevezéséből is kiderül, ugye MOL Arénának hívják, hogy a finanszírozásba is beszállt a magyar olajipari vállalat. Mekkora részét teszi ez ki a költségvetésnek? Hát most ugye a mostani költségvetésünk az eddig 10 milliónál tartunk, és annak abból a MOL 2 milliót vállalt fel eddig, így, tehát tőkerészt vásárolt, a tőkeemelés formájában tőkerészt szerzett a Dac Arena nevezetű cégben. Itt, tehát hogyha úgy veszük, akkor most egy ilyen 20%-nál tartunk, ez az, amit a eddigi költségből a MOL felvállalt, és hát én azt gondolom, hogy egy jó tett volt, mert ugye ez a csapatnak az ebben régióban a MOL nagyon erős, és MOL ott mindenki ismeri, ott ugye a Dac is ugyanúgy erős, és most is látni, hogy ez a foci körül, hogy a stadiont átadtuk, meg azt, hogy bejelentettük ezt a névváltoztatás is, meg az egy mostani szombati meccs is azt mutatja, hogy mennyire zajlik az élet a Dac körül, tehát ilyen figyelem középpontjában van is. És akkor én szerintem két dinamikus, vagy dinamikusan fejlődő MOL és egy erősödő Dac, az szerintem együtt ez egy jó, segítik egymást. Remélem. Hát meg az akadémia is segítheti ugye majd a dunaszerdahelyi labdarúgást. Az a cél közép-hosszú távon, hogy majd ezek a dunaszerdahelyi fiatalok legyenek a stabil alapemberek a remélhetőleg nemzetközi kupa szereplő Dacnak? Hát igen, most 250 gyerekkel dolgozunk, 30 edzővel, és hát azért csináljuk persze, hogy minél több saját nevelésű játékosunk legyen, és hát ugye most is már van néhány játékos, aki a cserepadon foglalt helyet, aki a saját nevelésünk, Mészáros András meg a pályára is lépett, úgyhogy azt gondolom, hogy az a út, amivel két és fél évvel ezelőtt elindultunk, annak az első gyümölcsei fognak beérni az elkövetkező néhány hónapban, vagy akár a következő évben, és akkor már látunk olyan saját nevelésű játékost, aki tagja, a hosszú távon is építő jellege, ott tagja a csapatnak. De hát ez a cél, igen, hogy minél több olyan fiatalt a környékből, meg a Szlovákia, ugye olyan részeiről, ahol sok magyar él, bevonzunk ebbe a Dac akadémiába. És ugye most az edző is magyar a felnőtt csapatnál, László Csaba. Tudom, hogy még csak egy hónapja irányítja az együttest, és még azért nehéz következtetéseket levonni, de hogy látja, jó irányba indult el az együttes? Egyáltalán ugye most 9. helyen áll a táblázaton. Mi lehet a reális cél ebben a bajnokságban? Hát alapvetően ugye mi azt szeretnénk, hogy van egy kupa szereplésünk még, tehát ebben az évben játszunk a Nagyszombatta egy kupa meccset Dunaszerdahelyen, hogyha ott tovább jutnánk, akkor ugye tavasszal a Poprádot fogadnánk, ami lehetőség az, hogy tovább menjünk, úgyhogy ott még van egy út, ami, ahogy esetleg tudnánk egy sikert elérni. Az elkövetkező időszakban a szezon végéig még 10 meccset játszunk otthon, mert ugye ezzel, hogy nem volt stadionunk, akkor sok meccset felcseréltünk, és idegenben játszottuk a hazahelyet, tehát még 10 meccset játszunk otthon.
Tehát nem hiszem, hogy ez a szezonunk igazán a dobogós hely elérését lehetővé tenni, de biztos, hogy még tudunk javítani a pozíciókon. És azért a hazai aréna az mindenképpen sokat lendíthet majd még a csapaton a továbbiakban. Hát én a nehéz elvinni pont. Én azt gondolom, hogy aki ott volt szombaton, az egyetért azzal, hogy onnét nagyon nehéz tehát elvinni pontot. Tehát ott azért 90 percig kell arcolni. Persze ez a szombati nap volt, de én gondolom, most szombaton a újabb meccsen úgy tudunk bizonyítani, és így szép lassan. És visszatérve edzőre, hát persze elfogadták a játékosok, elfogadták a nézők is, ami egy pozitív. Én szerintem mindenképpen ugye még nehéz mondani azt, hogy mi lesz a vége, de mindenképpen az az út, ami az edzővel indult a csapat, az én úgy látom, hogy hatékony lesz, hisz végül is négy meccsből két győzelem, két vereség, de a Slovanna és Nagyszombat, és Nagyszombatból is, majd Slovanna is tudtunk volna pontot hozni. Tehát meglátjuk majd, hogy hogyan alakul. Persze, erről szó a foci. Köszönjük szépen, és sok sikert a folytatáshoz. Én köszönöm szépen.